A forgatási helyszínt a Gundel étterem biztosította. A műsor biztonságáról a Rocco Security Kft. Gondoskodik. Az ön biztonsága a mi felelősségünk. www.roccosecurity.hu. A műsorvezető frizuráját a Lavaggio szalon készítette. A műsorvezető ruháit a Norella divatáru üzlet biztosítja. A műsorvezető egyedi készítésű kézműves ékszereiről a Hermina Happy Handmade gondoskodik. A Lillás reggeli média partnere az Újász, a Star és a Sorry magazin. A Lillás reggeli már a Facebookon is elérhető, facebook.com/lillásreggeli. Fotográfus, a magyar fotográfia nagyasszonya. Az ELTE természettudományi karán tanult fizika-kémia szakon. 1951-ben otthagyta az egyetemet, és a Magyar Fotónál dolgozott. Majd elvégezte a riporter tanfolyamot a Badas Ernő és Langler Klára tanítványaként. Már a 60-as években iskolát teremtett a színházi fényképezésben. Képei a hazai színháztörténet kiemelkedő előadásait, nagyszerű művész egyéniségeinek különleges pillanatait örökítették meg. Dolgozott többek között az MTI-nél, az Új Tükörnél, a WordPress fotó kiállításainak hazai bemutatásainál. 60 évesen letette a kamerát, és csak a fotózásért tevékenykedik egyesületekben és a Magyar Fotóriporterek Társaságában. A mai Lillás reggeli vendége Keleti Éva kiváló művész, Prima Primissima díjas fotóművész. Amikor olvastam az életrajzodat, egy kötekkérdés tódult föl bennem, hiszen egy fotóművésszel még sosem készítettem beszélgetést itt a Lillás reggeliben. Mindenféle művészember volt már, de a fotózás kimaradt. És lehet, hogy talán pont azért, mert a fotózás olyan természetesnek találják az emberek. Azt gondolják, hogy a fotó, pláne most, amikor már minden embernek a kezébe ezer kütyű van. És azt látom, hogy a fotóriporterek is úgy dolgoznak, hogy egy kattintásra 15-20-at exponál a kép, akkor abból valami jó majd csak kiderül. Ezzel szemben én akármivel próbálok képet csinálni, abból soha még jó kép nem lett. Mit kell meglátni? Hát mit kell meglátni? Tehát mi a nyitja az egésznek? Induljunk ezzel, aztán majd bele. Hát az igazság az, hogy a lehető legnehezebb kérdést tetted fel rögtön az elején a beszélgetésünknek, mert a fotográfia olyan, hogy mindenki ért hozzá, tehát mindenki tudja, pont azért, mert telefon van, azért, mert odaszögeződünk a számítógéphez, látjuk a televíziót, de igazán fotografálni ugyanúgy kell tudni, mint ahogy kell tudni festeni, ahogy kell színház, színművészethez. Tehát valami plusz kell, egy kicsi tehetség kell hozzá, vagy egy olyan kis képesség kell, amit azért tudni kell. Tehát nem tudok mit mondani. Érzék kell hozzá. Köszönöm szépen. Mindenki azt hiszi, hogy tudja. Az a pici plusz, az kell. Na most az nem igaz, hogy csak rossz képet csinálsz, mert ne várd azt magadtól azt, hogy olyat fogsz csinálni, mint a Robert Capa, vagy bárki más. A magad örömére fotografálsz, és hogyha meg tudod örökíteni azt, amit láttál, akkor abból csak örömöd van. De nem kell felrakni a lécet,
hanem azt kell csinálni, hogy láttam valamit, és emléket csinálok. Nagyon érdekes, hogy ez a fotográfia akkor indult el ilyen tömegkultúrává, amikor elkezdődtök anno a szovjet gépeknek az olcsó behozatala, megjelent a Zorki, a Kijev, és úgy mindenki elkezdett fotografálni. Ez volt az első áttörés. Utána jött a színes film, mindenkinek volt otthon egy kis laboratóriuma, mindenki értett hozzá, és most a harmadik lépés, tehát a digitális fotográfia, amitől hát én, ha rám kérdezel, igen, akkor nagyon sok rosszat fogok mondani, ha nem kérdezel rám, akkor ezt magamba fogom tartani, nem értek vele egyet. Nem értek vele egyet. A fotó, kezdem egy picit előbbről. Nagyon-nagyon szeretem a dél-amerikai sorozatokat, hanem a koreai sorozatokat, filmsorozatokat. Most volt egy pár belőle a tévébe, és ezek történelmi sorozatok. És ott láttam, ugye az egyik kimondottan egy festő kislányról szólt, aki ugye bekerül a palotába, és a festészetével, és lehet az ő életén keresztül ugye egy dokumentációs világot teremtettek meg a festők. Hiszen ott voltak a csatába, a csata jelenetet megfestették, ott voltak egy építkezésnél, egy hídépítésnél, minden egyes momentumnál ott voltak a rajzolóik, a festőik, a királyi dinasztiához tartozó körökben, mert megvolt a maguk feladata. Ezt egy után átvette a fotózás. A fotózásnak is ekkora jelentősége volt valóban a dokumentalizálásban, a kezdeti időszakban? Én szerintem, és hogyan alakult az én élete? Én azt hiszem, hogy ennél sokkal nagyobb jelentősége volt, mert a fotográfia volt az első olyan művészeti ág, vagy ha nem művészetnek nevezzük, hanem akkor maga a fénykép elkészítése, ami a valóságot úgy ábrázolta, ahogy van. Tehát mondjuk a múlt században, tehát az 1800-as évek vége fele, amikor a fotográfia már kezdett ismerté válni, nem lehetett hazudni vele. Uh-huh. Csak azt lehetett lefotografálni, ami van. Ma már nem merném ezt mondani, mert a technika ma már mindent tud, de akkor, amikor az első háborús képek készültek, amikor a millenniumról készültek a képek, azt lehetett lefotografálni, ami történt. Elmondani, elmesélni nagyon sok mindent lehet. Még lerajzolni is. Még lerajzolni is lehet, lehet élethűen rajzolni, de az, ami le van fotografálva, az úgy volt, az úgy történt, ez történelem. És ezért óriási a fotográfia, mert a fotográfia tulajdonképpen egy élő történelemkönyv, amit csak jól kell tudni lapozni. Van az MT, aminek az archívumában 13 millió kép van, az 1900-as évektől mostanáig. Ha én oda bemegyek, akkor úgy érzem, hogy egy kicsit megcsap a múlt, kicsit olyan, nem is dohos, de olyan furcsa a levegő, és elkezdem régi kollégák képeit nézni, és felelevenedik a múlt. Tehát semmi más művészet nem képes erre pillanatnyilag, csak a fotográfia. Azt az adott pillanatot akkor úgy megörökíteni, hogy mondjuk most már mondhatom, hogy több mint 150 év után előhívja a múltat. Milyen érdekes az előhívja, ugye? Ez egy szakszó a fotográfiában, igen, és valóban előhívja. És valóban az emlékeidet hívja elő. Az emlékeidet hívja elő. Hiszen, hogyha otthon megnézel egy családi képet, akkor mit látsz, hogy ott ül, nem tudom, anyukám, apukám, vagy valaki, aki hozzám, és annak a pillanatnak a hangulatát, amikor készítették azt a képet, visszaidézed, érzed a süteménynek az illatát, érzed azt a napfényt, ami rácsütt, tehát mindent eléd varázsol, tehát valahol a lelked mélyéről, vagy az agyad rejtett zugaiból előhívja a múltat. Téged hív elő, hogy akkor milyen voltál, akkor mit éreztél, és ez egy óriási dolog. És milyen szép. Ezen még is sosem gondolkodtam. Hol van a határ a magunk értékére, magunk örömére készített dokumentálás és a művészi alkotás között? Én azt hiszem, hogy erre a kérdésedre nem tudok válaszolni, mert arra a kérdésed se tudok válaszolni, hogy mi az, hogy fotoművészet. Ki határozza meg, hogy ez művészet? Miért van a művészetnek, van valami kritérium, hogy innentől eddig dokumentál,
és onnantól megpróbálom kezdve neked, megpróbálom neked megfogalmazni az én, ahogy én gondolom. Igen. Azok a képek, azok a családi fotók, amiket én nézek, azok én számomra örömet okoznak, és amikor megmutatom, hogy az én kis unokám, meg a nettanéni... Az másnak is örömet okoz. Tehát amikor csak nekem okoz örömöt, az nem biztos, hogy amikor a 82. képet előveszem, az ismerőseimnek, vagy kevésbé ismerős embereknek is örömet fog okozni. Ott kezdődik a művészet, amikor megnézek egy képet, ami semmit nem jelent számomra, mert nincs hozzá személyes kötődésem, és mégis megnézem, és ott ragadok előtte. És elgondolkodom rajta. Ez egy nagyon szimpatikus megközelítés a művészetnek, és nagyon nagy örömet okoz nekem, amit mondtál. De én most visszafele forgatom. Kezembe került nem olyan régen egy családi kép 1916-ból. Ül egy hölgy, egy úr, egy fotográfiai műterembe, egy kisfiú egy hintalövön, és egy kislány azon a virágváza tartó valamilyen obelix-szerűségen. És ezt én fotoművészetnek tartom. Ott igazad van, hogy nem ismerem, nem tudom, hogy ki, de semmiféle olyan mondani valója nem volt, amit ő akkor mondani akart, mert csak egy családi kép volt. És múlt az idő, és nőtt a képnek az értéke, nőtt a kifejezési eszköznek az értéke, és ma egy teljesen idegen szemlélő előveszi, és azt mondja, hogy hát ez nekem művészet. Igen. Mert egy századfordulós hangulatot ad, egy ruhát, egy öltözködést, egy ember, látom mögötte a családot, látom, hogy honnan jöttek, hova mennek. Szóval nagyon nehéz ezt megfogalmazni. Például nagyon nehéz az, hogy mi az, ami jó egy fotóban. Mert mikor én visszajöttem, mint riporter, és letettem a képeket, és azt mondtam a kollégáimnak, hogy nézzétek, mit csináltam, akkor azt mondták, és mi ez? Semmi. Benne volt az a hangulat, az az érzés, amit én ott láttam, és azt hittem, hogy át tudom adni. Na most ott jön az igazán, ha művészetről akarok beszélni, hogy amit én abban a pillanatban gondolok, amikor megnyomom a gépet, azt tudom-e közvetíteni más számára? Tehát ugyanazt el tudom-e mondani? Mondok egy saját példát. Ugye nekem elég mondjuk idézőjelben emblematikus képem az extázis, amikor egy ilyen néger táncos fehér ruhában úgy repül felénk. Ezt a képet én nem úgy készítettem, hogy meggondoltam, végig gondoltam, tudtam, mit fogok csinálni. A véletlenek halmaza kellett ahhoz, hogy ez a kép elkészüljön. És mégis fotoművészetnek tartják, és ugye azt mondják, hogy Keleti Éva, akkor azt mondják, ja, az extázis. Tehát azért mondom, hogy nagyon nehéz meghatározni. Talán más művészeti ágban könnyebb megmondani, hogy mi az, hogy művészet. És azt hiszem, hogy a fotósok nagy része nem is szereti, hogyha fotoművészetnek tekintik őket. Mi fotográfusok vagyunk. Az a dolgunk, hogy ki a maga területén, dokumentumban, épületfotóban, színházban elmondja azt, amit akar. Az eszközeink mindenkinek mások, van, aki avantgárd, ugyanígy meg a fotográfiában, van, aki realista, szürrealista, dokumentarista, tehát ugyanúgy megvannak a művészeti ágnak a megfelelő eszközei, mi nem szeretjük. Legalábbis én általában azt hiszem, hogy az nem igazán jó művész, most én használom a művészt, aki arra büszke, hogy ő fotoművész. Értem. Említetted az előbb a riporteri szót. És ez egy nagyon fontos dolog, hiszen a fotóriporter az képben mondja el azt, amit a televíziós riporter megkérdez, a kettő együtt válhat egy egészé, az újságíró pedig leírja a riporteri munkája során föltett kérdéseket úgy újságcikk formájában. A kettő sokszor nagyon jól harmonikusan kiegészíti egymást, de mind a kettőnek önálló életet is kell élnie. És amikor kimegy egy fotó, vagy kimegy egy riporter, ugye akkor illik fölkészülni abból az eseményből, hogy egyáltalán tudja, hogy milyen helyszínre megy. Hát már egy kicsit már máshogy zajlanak ma a dolgok, mert megérkezik e-mailen, és sokszor útközben kapjuk az utasítást, vagy kapja az utasítást a kollega, hogy mit kell fölvenni, esetleg mit kérdezél, mi lesz az esemény. Tehát föl van pörögve a világ, én most nem erről akarok beszélni, mert ez,
Ez egy másik történet, ez nem jó, de van. De te, amikor mondjuk a színházfotózással kezdtél el foglalkozni, akkor írtad magadról, hogy elmentél megnézni a darabot, elmentél megnézni a próbákat. Próbáltad már magadban megfogalmazni azokat a pillanatokat, vagy kijelölni azokat a pillanatokat, amik alkalmasak lesznek arra, hogy ahhoz az előadáshoz a legtöbbet mondja el majd a nézőnek. Így történik ez? Hogyan építetted fel a magad előkészítő munkáját? Azt hiszem, hogy ez megint nagyon egyéni. Tehát én egy borzasztó alapos ember vagyok, és bár nem nagyon látszik ugye a környezetemen, de a munkámra nagyon precíz vagyok. Tehát én nem jártam soha felkészületlenül sehova. Tehát én azért olvastam el a könyvet, vagy a darabot, azért mentem el egy próbára, azért néztem bele készülés közben, azért beszélgettem színészekkel, hogy tudjam, hogy a rendező, a színész mit akar mondani az előadással. De az én munkámnak abban az időben, hogyha a színházi fotográfiáról beszélünk, több vetülete volt. Én éreztem annak a fontosságát, hogy mindent meg kell örökíteni, tehát szükség van az, hogy látszódjon egy díszlet, látszódjon egy jelmez, a jeleneteknek a kicsit tágabb ábrázolása, mert tudtam azt, hogy ezt majd valamikor azt fogják mondani, hogy ja, az öreg hölgy látogatása a Súlyoknál így nézett ki, a Rutkainál úgy nézett ki, tehát kellett valami dokumentarista, ahogy te mondtad. És utána jött a riporter, ami mindezeknek a munkáknak a során, illetve ennek a folyamatnak a során kialakult bennem, hogy ez az a pillanat, amit én meg akarok örökíteni. Ez az, amit én látni akarok. Na most nagyon sokszor ért csalódást, mert egy próbán éreztem, és nem volt gép a kezemben, csak úgy beugrottam, hogy jaj, ezt most, és soha többet nem jött elő. Tehát ez a színháznak a csodája, hogy nincs két azonos előadás, tehát nincs két azonos hőfok, nincs két azonos pillanat, mert ott születik meg. A csoda az ott történik meg. Tehát előfordult, hogy elment a pillanat valamilyen technikai okokból, másnap újra oda mentem, és nem találtam meg. Tehát neki kell rám hatni, és nekem kell ő ráhatni. Tehát ezek nagyon érdekes dolgok, ez a gyönyörű a riporteri munkában, hogy azt a pillanatot kell megragadni. Abban a pillanatban kell minden eszközzel készen állni, gondolattal, technikával, mondani való készséggel. Abban a másodpercben kell 100%-osnak lenni. És ez nagyon nehéz. Mert mondtad, a riportert, ugye, aki ott van és tartja a mikrofont, az egy dolgot csinál. Az újságíró leírja. Ami tollunk a fényképezőgép, a mi mikrofonunk a technika, de ezen kívül nekünk le kell tenni valamit az asztalra. Tehát az a plusz, amit a fotográfia tud nyújtani, a pillanat megragadása. Mert ez a kettő csak együtt működik, de jön egy harmadik, a vizualitás, a látvány. És hála jó Istennek a mai kor olyan, hogy megszokták az emberek azt, hogy képben gondolkozzanak. Van egy nagyon érdekes kutatás, hogy a magyar sajtó, és mondhatom, ugye mindennek az alapja tulajdonképpen az én életemnek az a sajtóval kapcsolódott össze, az egy ilyen német véren felnőtt szöveg. Nagyon nehezen tört be a kép a magyar sajtóba, hiszen a magyar nemzetben, régi magyar nemzetben nem volt kép. Hát az egy Isten kísértés volt képről beszélni, még grafikáról se. És aztán megjelent a televízió. Az emberek elkezdtek képben gondolkozni, elkezdték érteni a képet. Tehát elég volt nekik, hogy lássanak valamit, és a saját kis agyukkal elkezdték végig gondolni, hogy mit is látnak. Tehát kezdték megtanulni, hozzászokni a képhez. Ma a kutatás azt mondja, hogy egy újságban legelőször megnézik a képet, aztán megnézik a címét a képnek, utána elolvassák a kép aláírást, és ha minden stimmel, akkor olvassák el a cikket. Tehát ilyen ereje van a képnek. Mondok egy másik példát, ne arra, hogy egy kicsit szágulunk. A mai korban, én a fotóügynökségnél dolgozom, annak vagyok a vezetője, és
kapcsolatban állunk nagyon sok külföldi ügynökséggel, és amikor a Kadhafit megölték, akkor az AFP francia hírügynökség volt, aki az első, tehát a halál után néhány másodperccel már sugározta a képet, hogy Kadhafi halott. Azzal nyerték meg a világversenyt, hogy 3 másodperc differenciával jött utánuk a többi ügynökség. Tehát az, hogy ő volt az első, azt kapták ki, az ment a világ összes televízióján, most az anyagiakról nem beszélek, de a rangot, tehát a gyorsaság, az ott lét, tehát ennyire fontos a kép, ennyire fontos, mert az, hogy meghalt, azt mondhatod, leírhatod, de látni, azt csak a képpel tudod látni. Elgondolkodtató, igen. És a felelősségünk nagyon nagy épp ezért. Hát mindenkinek, aki a nyilvánosság előtt dolgozik, és az emberek el is feledkeznek, akik abban dolgoznak, hogy mekkora a felelősség. Óriási a felelősség. Micsoda. Azt szoktam mondani, de ez mindenre igaz, ami a nyilvánosság, vagy nem is a nyilvánosság, hanem az emberek közötti kommunikáció, hogy a kimondott szónak súlya van. Igen. És nem lehet... Csak úgy játszani Igen, vele. Nem lehet csak Mondok úgy egy példát, vele. Hogy néha megszokták tőlem kérdezni, hogy mindent megcsináltál-e az élet, hogy mi hiányzik. Persze az embernek vannak vágyai, amik nem teljesülnek, de én úgy érzem, hogy teljes életet éltem, tehát nem tudok erre saját magamnak sem válaszolni. De mégis tudok. A Pécsi Sándor már sajnos nagyon kezdik elfelejteni, egy zseniális színész volt. Én voltam nála, csináltam egy riportot, többet is, sétáltam a kertjébe, láttam a Sztálin szobornak a maradványait, régi sírköveket gyűjtött, és úgy abban maradtam magamban, hogy egy év, másfél év múlva újra el fogok jönni, és mindig beszéltünk is róla, hogy na mikor. És akkor készült a Falstaff bemutatójára a Madách Színházba, és hát akkor érte a tragikus halál, hogy szereptanulás közben elaludt, tehát a szíve felmondta a szolgálatot, és bennem mindig az volt, hogy miért nem mentem ki még egyszer. Tehát vannak dolgok, amik megismételhetetlenek, hogy soha többet nincs, nem tudom, amit elképzeltem, elgondoltam róla, nem tudom megcsinálni, pedig pontosan tudtam, hogy mit akarok csinálni. Elkéstem. Nem szoktál pedig elkésni nem. A feladatokról, igen. Mint ahogy mondtad, hogy precíz, pontos sajtómunkás vagy igen. Mert ezt nem akartam most, igen, ezt meg kell tanulni. Igen. Említetted itt az előbb a színházat, vagy említettük a színházat, a színház varázsának a pillanatnyi megörökítését, hogy két egyforma dolog nincsen, de nagyon sok művész portré és művész fotó kötődik hozzád. A művészek a fotóriportelek előtt mindig viselkednek. Hát én mindenki viselkedik őszét, a kamera előtt. Hát kamera, én most igen. Viselkedem, ugye, mert itt a én kamera. Én próbálok úgy, előrehajolni, igen, már intettek, igen, hogy dőljek igen, hátra, és az előbb csak kicsáltam, hogy nem. Igen. Mert ugye arra is kell figyelni, hogy hogy néz ki a kép. Igen. Na most akkor, amikor egy... Azért kérdezem ezt, mert lehet, hogy rettenetesen naív. Tehát egy fotográfusnak... Amikor oda megy egy operatőr, az is egy más, kezdi csókolom, mit tudom én, ezt és ezt vesszük fel, egy riportot igen. Készítünk, így tessék beállni, úgy tessék beállni. És mindenki persze próbálja a szép oldalát, vagy a legjobb oldalát mutatni a képernyőn keresztül. Gondolom, ez ugyanígy volt annak idején a színész portrékkal és a színész képekkel is. De jobbak lesznek-e attól a képek, hogy jobban ismered az embereket, hogy tudod, hogy hogyan kell fotózni őket, hogy van egy olyan kapcsolatod velük, ami kapcsolatnak mondható, és nem egy felszínes kapcsolat. Mitől függ az, hogy az a kép tényleg azt a fajta egyéniséget sugározza el vissza, mint amiről, vagy mint az az ember, vagy a fotóriporter meg tudja mutatni a másik oldalát is annak a művésznek, most mondok valamit, hát Karádi Katalinnak például, amit a közönség várni szeretne. Nézd, a fotográfia egy nagyon intim dolog ebben az esetben. Említetted az operatőrt, az operatőrnek egy óriási kamerája van, nem biztos, hogy egyedül jön, legtöbb esetben ugye legalább ketten vannak. A
fotoriporter a alanyával, most legyen ez színész, író, vagy akár egy mindennapi ember, egy bizalmi kapcsolatba kerül az alanyjal. Csak a kamera áll köztük, és addig, amíg köztük áll, addig nem tud igazán fotografálni. Tehát meg kell teremteni egy olyan légkört, hogy az, akit én fotografálok, az felejtse el, hogy nálam van egy eszköz, amivel őt le akarom fotografálni, ad abszurdum, inkább a lelkébe akarok kicsit belemászni. Az én hitvallásom mindig az volt, hogy amit én gondolok egy művészről, azt akarom megörökíteni. Én nem akartam szép embereket, vagy jó külsejű embereket, vagy tehetségtelen embereket tehetségesnek ábrázolni. Mindig olyannak akartam őket, amilyenre én abban a pillanatban gondoltam, és amit úgy éreztem, hogy el is kell mondanom. Tehát minden körülmények között kell egy véleménye, hogy legyen arról, akit fotografálok. Mindenképpen kell tudnom azt, hogy miért csinálom. Tehát nem mindegy, hogy miért csinálom. És hogyha ezek megvannak, akkor bizony lehet csúnyára fotografálni egy színészt, vagy bárkit, mert nekem ez volt a véleményem. Vagy lehet olyan szépségeket, vagy olyan mások által nem látott tulajdonságokat képé fotografálni, ami az én véleményem. Tehát mindenképpen kell egy nagyon bizalmi viszony, amit ki lehet alakítani egy perc alatt, ki lehet alakítani egy hét alatt, egy év alatt, embertől függ, eszköztől függ, tehát hogy én mit akarok. Mondok már erre is egy példát, mert az ember csak a saját munkájáról tud beszélni. Ugye elég ismert az én Rutkai Latinovics sorozatom. És azt is sokszor elnyilatkoztam már, vagy kinyilatkoztam, hogy én több napot töltöttem velük együtt addig, amíg én elővettem a fényképezőgépet. Ebben a sorozatban nem az ideális pár jelentkezik, hanem két ember, aki együtt él jó néhány éve, vagy megromlott a kapcsolatuk, vagy nem, vagy még lángol a szerelem, vagy nem. Ezt rábízom arra, aki a képet nézi. De én azt akartam elmondani, hogy két nagyon híres, nagyon nagy tehetségű, nagyon jó képességű ember egy kapcsolat közepén vagy vége fele, hogy él. És ezt csak úgy tudtam elérni, hogyha mind a kettőjükkel egy bizalmi viszony alakult ki, és a szituációval is, hogy én ott voltam, és belemásztam az életükbe. Tehát én két napig nem vettem elő a kamerát, és a harmadik napon, amikor elővettem, bármit kérhettem tőlük. A technikai fejlődés mennyire lett gátja magának a fotózásnak, mint művészetnek? Ó, de kemény kérdés, de borzasztó jó kérdés. A technikát úgy kell tudni, hogy tud elfelejteni. Tehát annyira az agyadba kell lenni, a kezedben, mozdulatodban, hogy azzal nem szabad törődni. De ma, amikor a digitális világ eluralkodik, akkor bizony sokkal érzékenyebb a technikára a fotográfia, mint a mondani valóra. Tehát ez a digitális világ nem segíti a fotográfiát, a fotográfiának a mondani valóját segíti a technikát. Ugye, mert csodó dolgot meg lehet oldani. Ugye, amikor én elkezdtem fotografálni, akkor olyan érzéketlen filmek voltak, hogy táncot alig lehetett fotografálni. Ma ilyen probléma nincs. De az viszont probléma, hogy egy pillanat alatt 40-50 expozíciót csinálsz, vagy az, amire fotografálsz, az 300-400 képet kibír. Ugye, mi dolgoztunk 8 kockás filmre, meg stb. Nagyon itt kellett lenni, tehát észszer kellett lenni, tudni kellett, hogy mit akarok. Ma mindegy, mert a 300-ban csak beletalál egyszer, és egy jó van benne. Tehát egyik oldalon a technika technikailag nagyon segíti, tehát egy csomó dolgot meg lehet Photoshoppal oldani, amit nem lehet fényképezőgéppel, tehát analóg technikával, és ugyanakkor nagyon gátolja, a mondani valót gátolja, a szépségét gátolja, hogy mit akarok közvetíteni. Szóval ez egy nagyon-nagyon furcsa harc, ami most megy
a gondolat és a technika között, a mondani való és a technikai megvalósítás, mert hogyha valaki tud venni magának egy 3-4 milliós gépet, mindent meg tud csinálni. De az a csoda, amikor valaki a telefonjával tud csinálni. Én nem olyan régen voltam, láttam külföldön egy kiállítást, ami csak telefonos képekből készült. Ugyanolyan jó volt, mint hogyha nem tudom hány milliós géppel csináltad volna, mert a kép tartalma volt isteni. Lehet, hogy a pixelszám nem volt olyan jó, hogy a nagyon technikai emberek azt mondták, hogy hűha, ez nem, de szólt, mondott valamit a közönségnek, akik ezt bámulva nézték, az embereknek, és hát magának az alkotónak okozott örömet. A fotózásnak az egyik kulcs része a fény, a fénnyel való játék. Hogyan lehet a fényt használni? És nem, hogyan használtad te a fényt? Akár a természet adta fényt, akár a mesterséges fényt a munkánál. Egy színháznál ugye megvan az alapfény, oda nem lehet vakúzni, vagy lehet, hogy lehet vakúzni, nem tudom. Mikor én jöttem itt az egyik kollégának, mondtam, hogy kapcsolja ki a vakut. Tehát én az életemben azt szerettem, ha az adott fénybe lehetett fotografálni. Nem nagyon szerettem, és mai napig nem szeretem azt, hogyha mesterségesen, mert az megváltoztatja a világítás, a tényt, a valóságot. Akkor már beleavatkoztam a valóságba. A színházban is van egy adott fény, ugye, amit a rendező álmodik egy jelenethez, de azért az nem mindegy, hogy én hova állok, hogy a rendező szemszögéből nézzem-e a darabot, vagy mondjuk elmegyek oldaltra, vagy felmegyek a világító toronyba, vagy lemegyek a sugolyukba, akkor már a fények másról szólnak. Tehát a fény az olyan eszköz, mint a festőnek az ecsetje, tehát avval lehet rajzolni. Gyönyörű ugye erdei képeket, természetképeket lehet csinálni, ami tulajdonképpen arról szól, hogy a természetes fényt, a napfényt, vagy a felhők mögül kisugárzó fényeket, a derítő fényeket használjuk. Tehát a fény nagyon sokat tud segíteni, és a fény soha nem rossz. A fény mindig segít. A fény az olyan, mint egy mankó, ami vagy erősít, vagy gyengít, de mindig a kezembe kell lenni, mint a festőnek az ecsetje. Ez a második legfontosabb a fényképezőgép mellett. És akkor, de azt mondtad, hogy vakut meg sohát sem használsz. Tehát a vaku is fény. Igen, de az egy mesterséges fény. Az egy mesterséges fény. Most és az, hogy hirtelen akkor mindent megváltoztat? Mindent lapossá tesz. Megöli az életet. Rögzíti, tehát a legfantasztikusabb dolgokat is rögzíti, De abban a pillanatban, hogy a vakut már én nem úgy használom, hogy a fényképezőgép mellől, hanem mit tudom, a plafonra vetítem, vagy magam mögé. Tehát, hogyha bevilágítom, már, igen. Már eszközként használom, igen. Akkor már nem, szóval nem a vakuról, mint vakufényéről. Igen, tehát a villanófényről hanem, beszélünk, hanem igen, arról beszélek, bevilágítunk, hanem, igen. Hogy igen. Megrögzítem az eseményt, kevés a fény, előveszem a vakut, megörökítettem. És ezzel megölöm is. Van olyan, amit nem lehet másképpen, szóval én nem azt mondom, hogy igen. Ördögtől való rossz, és dobjuk ki az ablakon, de a vaku az, ha én nekem valaki hoz egy portfóliót, és azt mondja, hogy mondd el a véleményedet, és azt látom, hogy egy csomó pofán lőtt ezt elnézést, így mondjuk mi a szakmában kép van benne, akkor nem is érdemes vele beszélgetni, mert nem tudja, hogy mi az, hogy fény. Hogy lehet ezt megtanulni? Sehogy. Ezt meg lehet tanulni úgy, hogy jársz iskolába, fotográfiai különböző szintű képzések vannak. Vannak jó képzések? Nagyon jó képzés. Hát az egyetem, a MOL Nagy Egyetem kiváló, nagyon szellemképiskola, nagyon jó, tehát nagyon jó egyéni, a Stalter Gyuri iskolája, nagyon jó, tehát nagyon jó egyéni képzések vannak, csoportos képzések, lehet valaki mellé szegődni, mint kisinasnak és a szakmát ellesni, de ezen túl, hogy megtanulod idézőbe a szakmát, azon túl vagy van benned képesség, vagy nem. Azt nem lehet megtanulni. Tehát el lehet jutni egy magas középfokra, de mesterfokra nem lehet eljutni.
mondok példát, például és mindig az ember saját magához nyúl vissza. Nekem a mesterem a Vadas Ernő és a Langer Klári volt. Két humanista igazi művész volt. Én vittem mellettük a táskát, a vakut, a lámpát, az állványt, és boldog voltam, hogy megadatott, hogy mellettük lehessek, mert nem csak azt lestem el, hogy hogy csinálják, hanem beszélgettünk. Uh-huh. Nem csak a fotográfiáról, mindenről, a világról. A könyvekről, a filmekről, a gondolatokról. Tehát neveltek engem, neveltek gondolkodóvá, neveltek emberé, neveltek érzékenyé a világ iránt, és mellette megkérdezték, hogy na most mit csinálnál, milyen blende, milyen expozíció, uh-huh. hova állnál. Tehát ilyen kapcsolatok, ezek a legideálisabb és a legcsodálatosabb. Egyébként érdekes, hogy az emberek mennyire türelmetlenné válnak, tehát amikor fotózunk, és akkor a fotóriporter jó egy kicsit odébb, jó egy kicsit odébb. Miért nem nyomod már azt a gombot? Igen. Mert annyira föl vagyunk gyorsan, hogy azt gondoljuk, hogy minden abban a másodpercben úgy lesz. Igen. Akkor és hogyha nem, neked erre példát, hogy én a harmadik vagy negyedik mesterem, a Hollenzer Béla van, méltatlanul elfelejtett fotós, és annak idején én a elektromos labdarúgó pálya világító tornyában egy teljes napot töltöttem vele, de ezt komolyan úgy, hogy délelőtt 10-től délután 4-ig, mert vártuk azt a pillanatot, hogy az akkor felépült Árpád híd fölött felhő legyen, alatta hajó legyen, és menjen át a közlekedés, valamilyen autóbusz vagy személyautó menjen át. Tehát ez aztán nem lehetett az, hogy menjen arrébb, jöjjön a felhő, vagy jöjjön a hajó. És éppen meg még repüljön bele egy madár is. Igen, meg kellett várni. Mert akkor nem lehetett még oda fotomontázsolni. Így, most pedig a Photoshop-al így megfogom és átteszem. Ez a technika, tudod, hogy az általad említett, vagy általam említett Hollenzer Bérának itt a mellényében voltak kis libatollak, különböző alakúak, és a sötét kamrában, mert akkor még ugye úgy hívtuk elő a filmet, hogy jött a hívóba, és egyszerre csak a csoda ott volt, akkor fogta a filmet, beletette a gyengítő folyadékba, és liba tollal szépen kigyengítette a felhő helyét, vagy valamit, ami neki nem tetszett, kicsit túl volt exponálva. Most ugyanezt csinálják mondjam azt, hogy a fiatalok, illetve a szakma, a számítógép előtt Photoshoppal. De mennyivel szebb az nekem, hogy ott a sötétben rajzoltuk a képet. A sötét kamráknak megvolt a maga külön világa. Hát meg az is, ugye most így belegondolok, hogy mondtad, hogy 8 kocka volt, igen, egy filmtekercsen, 12, már a 24-es, azt hiszem még, hát már az 36-os, az már az a csúcs volt, igen, mert akkor lehetett, igen, ugye, mert kimentetek, és hogyha nem úgy sikerült, ki kellett menni, újságba kellett volna rakni, igen, azt a képet, igen, akkor 8 korából eldöntöttem, hogy melyik lesz használható. Sőt, mondom, vagy a másik, hogy utána az előhívást, hogy elégettem, vagy nem égettem. Hát el. Igen. Hát fény mondjuk, kap, vagy nem kap. Akkor fény. Mondok egy példát, Robert Kapának a híres ugye partra szállás anyaga, ami ott több tekercs filmet csinált, és ugye küldték rögtön haza az első tekercseket. Az izgalomba az a laboráns, aki előhívta, és ott állt a teljes stáb, és várták, a világ várta az első képeket. Hajszárítóval szárította a filmet azért, hogy hamarabb megszárítson, és egy kicsit hozzá közelebb ment, és elkezdett lecsurogni az emulzió. És összesen 6 vagy 8 kocka maradt meg. És ezért ilyen érdekesek a kapa képei, partra szállási képei, még kicsit megcsúszott az emulzió, amit meg lehetett menteni. És soha többet nem lehetett megismételni. Igen. Soha többet. Az emberi jóság, vagy segítőkészség, vagy hajszájító leolvasztotta. Úgyhogy... Úristen, de bagatell. Igen. Hát ezek világ, igen, ezek ilyen, igen, nagy sztorika, igen, a fotográfiában. Mitől van az, hogy nagyon szép embereket egyszerűen nem lehet fotografálni? Mert nincs olyan arcuk, hogy erre alkalmasak legyenek. Tehát az emberi arc az nagyon érdekes. Tehát senkinek se egyforma az arca, mind a két arc fele különböző. Erre úgy szoktam én mondani, hogy nem fotogének. Igen. Tehát hát ezt mondjuk rá, hogy fotogén vagy nem fotogén. Igen, szereti a kamera, vagy nem. Na most várj egy pillanatra, ez se így igaz, mert semmi sem abszurd, semmi sem 100%-os. Ha türelme van a fotósnak, akkor meg lehet találni. Uh-huh.
Tehát mindenkit meg lehet, le lehet fotografálni, szeretni kell a másikat. És akkor, de jó kifejezés. És akkor, igen, akkor megtalálod, igen, azt a pillanatot, vagy azt a... Tehát az emberi arc, az ugye az nagy szavak, hogy a szem a lélek tükre, az arc az nagyon sokat mond el a belső tartalomról. Lehet látni, egy embernek jó napja van, nem jó napja van, pedig ugyanúgy van sminkelve, ugyanúgy néz ki, és mégis most mondom azt, hogy mi, akik a kamerán átnézünk, egy lelencsén átnézünk, látjuk azt a kis titkokat is. Tehát meg lehet, mindenkit meg le lehet fotografálni. Most az jutott az eszembe, hogy van olyan, amit így végig visszanézek, régi felvételeim, és hogy be tudom lőni, hogy jól nézek ki, hát nem úgy, mint most, jól nézek ki, hát mit fiatalabb. És hogy micsoda szomorúság van a szememben, pedig mosolygok, igen, és minden a helyén, igen, van az ég, igen, a világon, az utolsó hajténység. És tudod azt, hogy miért voltál, és, igen, és ma és tudod ott van benne az az őrült fájdalom, igen, vagy igen, az a bánat. Igen, és ez mennyire igen, lejön. Igen. Sok éve letetted a kamerát saját elhatározásból, és egyesületek, a fotográfus szakmának az élete az, ami most előtérbe került nálad, hiszen azzal foglalkozol, mint hogy a adás elején a névjegybe is lehetett használni. Nem akartál soha elcsábulni? Nagyon érdekes, hogy én egész fiatalon elhatároztam, hogy én 60 éves korom környékén le fogom tenni a fényképezőgépet. Ennek egy nagyon furcsa oka volt. Volt egy nagyon kedves kolléganőm, akinek 44-ben, és 45-ben egy eltévedt golyó megölte a férjét. Már felszabadult Budapest, tehát már azt hitték, hogy minden rendben van, és egyedül nevelt két gyereket. És ő ilyen színházi fotós volt, a férje újságíró volt, és járta a színházakat, és árulta a képeit. És mindig azt mondták, hogy jaj, szegény Ella, vegyünk tőle képet. És én akkor kezdtem a pályát, és én nagyon jó viszonyban voltam vele, és éreztem az életét, vagy tudtam az életét. Mindig azt mondtam, hogy én nem akarok szegény Ella lenni. Tehát engem ne sajnáljanak, hogy jaj, öreg, viszi még a gépet, még mindig csinálja. Nagyon tudatosan építettem ki a második arcvonalat, és aztán később a harmadikat, hogy a fotográfiának nem csak a kép készítése az öröm, hanem a fotográfiában egy könyv szerkesztése, egy kiállítás készítése, egy képszerkesztői munka. Tehát én felkészültem arra, hogy le fogom tenni 60 év körül a gépet, és arra is felkészültem, hogy abba fogom hagyni mindazt, amit én csináltam. Most valahogy a adottságok, vagy a Jóisten segítsége olyan géneket adott nekem, hogy még buzog bennem az energia, úgyhogy még csinálom. Tehát mindig keresek valamit, amit lehet csinálni, most ezt a fotóünnökséget, de azért most már a dédunokákkal kellene foglalkozni. Most és őrünk milyen képeket csinálsz? A családban csak csinálsz képet? Nem? Nem. Nem hiszem el. Nem. Nem. És azt kezdtem el, ez volt a mondat második, hogy mostanában érzem azt, hogy beülök egy színházba, mert ugye Bolond színházba járó vagyok, és úgy érzem, hogy most, hogy ezt most kéne elkattintani. Mert átalakult, tehát ugye mutass egy olyan Bolondot, aki beül reggel 10-től, és délután 2-ig fotós ott ül, és várja a pillanatot, hát rohan, hogy meg tudjon élni, rohan azért az egyik helyről a másikról, az egyik próbálóra a másikra, és örül, ha olyan képet tud csinálni, amit el tud adni, tehát meg tud élni. Nekünk nagyon, nagyon jó szituációban voltunk azáltal, hogy volt fix fizetésünk, fix állásunk, tehát az idő felett nem a pénz gazdálkodott, hanem mi gazdálkodtunk. Tehát megengedhettem magamnak ezt a luxust, hogy foglalkozzak egy témával. És azért most a színházi fotográfia kivétel a Gordon Eszter, akit én nagyon nagyra becsülök, és néhány kolléga, akik ezt úgy űzik, hogy fontos nekik. A legtöbben csak visznek egy képet, hogy X honoráriumot kapjanak. Nagyon-nagyon megváltozott ilyen szempontból a világ. Most ahogy mondtad, hogy fix fizetésért dolgoztak az emberek, igen, és
volt arra is idő, hogy végigüljék még a próbát, és mindent igen. megnézzenek. Igen, hát nem lehet párhuzamot vonni ezzel a felgyorsolt világgal. De sokszor hogy elgondolkodom, hogy a számítógéppel, amikor először mondták, hogy majd jön a számítógép, és megkaptuk az iskolából, tanítottam az első Commodore 64-eket, néztük, hogy és akkor majd mit fogunk vele csinálni. Tehát mire lesz ez jó, úgyse fogom használni. Most pedig az világ ott van, vagy az iroda, ahol ott van az embernek a laptopja. És nagyon jó tulajdonképpen. Én este leülök, és akkor megnézem, hogy mi történt a világban. Vagy akár elmehetek a Louvre-ba, és sétálhatok benne, vagy a British Múzeumban. Tehát odahozza az én lakásomba a világot, meg az ismerettségeket. De azért azt ne felejtsd el, hogy amikor én most nem csak, hogy fiatal voltam, de az én életemet a barátságok kötötték össze. Tehát mi a férjemmel olyan életet vittünk, hogy este 10-kor bárki feljöhetett. Volt teja, fokhagymás, zsírba pirított kenyér, ültünk a földön, két gyerek az ott volt, azok aludtak, és barátok voltunk. Ma mi a barátság, hogy SMS-ezünk, e-mailt küldünk, hát vagy rohanunk valahova. Tehát ezek a nagy beszélgetések, ezek a nagy meleg esték, ezek én azt hiszem a mai fiatalokban már nincsenek meg. Én legalábbis a saját unokáimon, illetve hát dédunokáimon nem, mert azok még nem buliznak, úgyhogy, de ezek azért hiányoznak. Azt hiszem, lehet, hogy nincs igazam. Biztos, hogy hiányoznak. Hát én is látom a saját környezetemben, tapasztalom saját magamról, hogy nem is tudom, még azt mondom, hogy egyszer talán majd lesz rá idő. De és nem aztán lesz, lehet, hogy de nem millió lesz. Egy dolgod igen, van igen. mindenkinek. Mikortól lettél te Keleti Éva, és azért jutott az eszem, hogy mondtad, hogy én nem akarok az a két gyerekes anyuka, nem, most a nevét nem hirtelen, igen. Manci, vagy nem tudom én mit mondtál, hogy nem akarok ő lenni. Mikor te lettél igazán Keleti Éva, és nem a férjed felesége, aki operatőr volt? Hát tulajdonképpen nem igazán gondolkoztam ezen. Jó a kérdés. Gondolom, hogy azok a képek, amikor elkészítettem, amik ma már emblematikusak, akkor úgy odafigyeltek rám. Nagyon későn, én azt hiszem, a késő alatt én úgy értem, hogy nekem az életemben volt egy nagy lépés. Amikor eljöttem az MT-ből 1976-ban, és akkor mindenki azt mondta, hogy ez nem volt egy jó lépés, mert te MT fotó Keleti Éva vagy. És akkor azt mondtam, ha én nem Keleti Éva vagyok, akkor az egésznek nem volt értelme. És akkor oda kerültem az Új Tükörhöz, ami az életem legszebb korszaka volt. Mert olyan, az egy nagyon jó újság volt. Hát azért, de nem, csoda emberekkel dolgoztam, Benjamin Laci bácsi főszerkesztő, Fekete Sándor, Csanádi Imre, tehát a magyar irodalom legjava dolgozott ott újságírók közül, hát ma is dolgozik a Nógrádi Gábor, sok filmnek a szerzője, Béres Attila, szóval a Dogosi Kati aktív újságíró ma is, és ott én megmérettem, hogy én Keleti Éva vagyok. Tehát nem az MT-nek az ereje és az MT szó nyitotta ki előttem az ajtókat, meg fogadtak be a színészek, színházak, híres emberek, vagy módomban volt világhírű embereket fotografálni, hanem elég volt, ha azt mondom, hogy Keleti Éva, és a vonal végén azt mondták, hogy gyere. Tehát azt hiszem, hogy ez az a pillanat, amikor én felnőtté váltam. Annak a világnak, amelyik a fotózás világa volt a számodra, amitől Keleti Éva lettél, önkéntesen véget vetettél. Hány éve? Sok. Önkéntesen véget vetettél sok esztendeje. És egy másik Keleti Évát ismert meg az ország, aki a fotózásért él jelen pillanatban, és a fotós szakma elismeréséért, és a fotók elismertetéséért. Mondtad ezeket a kiállításokat. Azért emelem most ezt ki, mert fotókiállítást nem csinálnak olyan sokat, és hogy
visszakanyarodjunk az elejére, hogy a fotóművészet az művészete vagy sem. Milyen képek kerülhetnek be a te olvasatodba egy kiállításra? Egyáltalán milyen közönsége van a fotókiállításoknak? Kiket lehet vele megszólítani? És kik hajlandók dolgozni a fotósok közül egy kiállításért? Mert oda gondolom, hogy azért másfajta fotókat viszünk, mint a hétköznapiak, amiket mi így kattogtatunk. Igen. A kérdés nagyon összetett, mert a fotókiállításoknak hihetetlen vonzerejük van. Nem tudok konkrét számokat mondani, de a képzőművész kiállítással szemben minden kiállítási terem boldog, hogyha egy fotókiállítást rendez, mert a látogatottsága megugrik. A magyar sajtófotót minden évben úgy várják, és a World Press fotót, és tömegek, szinte azt kell mondani, hogy kígyóznak előtte, hogy bejussanak. Talán az az oka, mert mindenki azt hiszi, hogy én is tudom. Tehát, hogy ezt én is meg tudtam volna csinálni, ez különösen mostanában van. A fotókiállításoknak az a lényege, hogy én azt hiszem, hogy egy egyént kell megmutatni. Tehát nem tudom azt mondani, hogy az a jó kiállítás, ami absztrakt, az a jó kiállítás, aki egyéni. Szóval mindig kell valamiről szólni, kell valamit mondani, amiért a számomra egy külső ember számára érdekes legyen, hogy én oda bemenjek. Van egy nagyon kedves kollégám, a Gáti Gyuri, aki ott dolgozott az Új Tükörnél, egy abszolút riporteri alkat volt, most nem fotografál más, mint szögeket, meg pici tárgyakat, meg fényeket, meg csillogásokat, és ebből csinál kiállítást, és csoda. Ugyanakkor, amikor a riporteri munkájából csinálta, az is csoda volt. Tehát az a kérdés, hogy eljut-e a mondani való hozzád a néző számára, aki oda megy. De a fotót mindenki érdekli. Tehát izgatják a kis szögeknek a ábrázolása, vagy a szociófotó, vagy egy riporteri munka. Tehát nem a téma határozza meg, hanem az erőssége a mondani valónak. Én azt hiszem, hogy mind több kiállítás van. Az a baj, hogy itt Magyarországon nagyon kevés a hely, ahol fotókiállítást lehet rendezni. Hát a Budapest Galéria, most az Új Budapest Galéria lett a cápába, ugye azt is bezárták, mint fotókiállítási helyiséget. Tehát nagyon kevés a megjelenés. Talán most, hogy a Robert Capa központ megnyílott, talán ott lehet majd több kiállítást látni, de sokkal több kiállítás lenne, mint amennyire hely van. Hála Istennek. Így van. Az lenne a baj, ha pont fordítva lenne, hogy lenne hely, lenne lehetőség, de nem lennének jó fotók. Az van, mert meg kell mondanom neked, hogy a mi gyökereink, mármint a fotósok gyökerei, nagyon mélyen kapaszkodnak a földbe. Ugye mindig mondjuk a Kappát, az André Kertészre, mondhatnám a Pól Almásit, a Brassait. Tehát a világon mindenütt, ha magyar, azt mondják, hogy Kappa, ha azt mondják, hogy André Kertész. Tehát a fotográfia egy nemzetközi nyelv, és nem véletlenül kezdett el betörni a kiállítási helyességbe a fotográfia, mert látták azt, hogy Nyugat-Európában ugye a Pompidou központon oda vannak írva a fotósok nevei, tehát falba, kőbe vannak vésve a fotósok. Így került be a Szépművészeti Múzeumban is a fotókiállítások, és most sorra rendezik őket, vonza a nézőket, könnyebben érthető, mint a képzőművészet. Azt mondod, hogy én is meg tudom csinálni. Csak mégse. Nagyon szépen köszönöm, hogy a vendéged volt. Vagy vendégem volt. Én köszönöm a lehetőséget. Vártad, majdnem azt mondtam, hogy köszönöm, hogy a vendéged lehettem. Köszönöm szépen. Egészségedre. Biztos, hogy erre jó. Hát igen, az nem mellett. Nem, mert az a hang. Nézem, most már nem áll el itt a kamerába az a hajszál. Nézed meg? Igen, ott állt egy picivel. Minden relatív, igen. Mi kell egy jó reggelihez? Egy csipetnyi álom. Egy csészényi kedvesség. Egy cseppi szenvedély.
és egy jó beszélgetés Paor Lillával. A Lillás reggeli már a Facebookon is elérhető, facebook.com/lillásreggeli. A forgatási helyszínt a Gundel étterem biztosította. A műsor biztonságáról a Rokko Security Kft. Gondoskodik. Az ön biztonsága a mi felelősségünk. www.rokkosecurity.hu. A műsorvezető frizuráját a Lavaggio szalon készítette. A műsorvezető ruháit a Norella divatáru üzlet biztosítja. A műsorvezető egyedi készítésű kézműves ékszereiről a Hermina Happy Handmade gondoskodik. A Lillás reggeli média partnere az Újász, a Star és a Sorry magazin.